Na jó mondanat kívánok mindenkinek, szavaztok srácok, üdvözlök veleteket egy újabb videóba itt a csatornámon. Ez itt a Trials Racing, ami egy új játék a csatornán, és nagyon hangos ez az új játék, hol lehet lehalkítani. Na szóval itt vagyunk a főmenüben, szóval ez a Trials Rising, tulajdonképpen egy motoros játék, aminek az elődje már nagyon-nagyon régóta kín volt, és én akkor annul játszottam is vele, viszont akkor még nem is videóztam, mikor ezzel játszottam. És most kijött a legújabb része, nem olyan régen, és úgy voltam vele, hogy miért próbáljuk. Én régen nagyon-nagyon sokat elosztom már ezt, és ezt nagyon-nagyon imádtam. Nem sok köze van ennek a játéknak ahhoz, de szeretem az ilyen motoros játékokat, és úgy gondoltam, hogy egy kicsit frissítsük még jobban fel a csatornának a játék könyvtárát. Úgyhogy nézzétek végig ezt a videót, és hogyha tetszik, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy lájkot, és kommentben jelezzétek, hogy szeretnétek ebből folytatást, vagy nem. Még amúgy egyetlen egy dolgot sem csináltam a játékban, még a karakteremet sem én hoztam létre, mert Kiri Alt-F4-et, amikor ott lehetett volna csinálni, úgyhogy... Úgyhogy igazából az egészet újra kéne... hát, ja, hogy ez az alapkar. Ja, hogy eddig kiválasztotta, hogy férfi, és hogy ennyi. Okay. Ja, igen, na, ennyit adod be. Hogy fiú legyek, lány, és hogy a... Oh, jó, az elsők vagyunk mi. A bőr színünk az szerintem legyen zöld. Shrek. Miért van amúgy a játékban zöld? Bőrszín. Na mindegy, rész, kezdjük el akkor a kis sorozatunkat. Nem tudom amúgy mire számít, csak egy videót nem láttam még róla. De mindjárt meglátjátok, hogy miről is szól az az egész. Itt is van egy mappunk, úgy látom. Ez kérlek szépen Usánka. Breaking Bad-del fogunk kezdeni. Beginner szintű, és hát egyenlőre csak egy motorunk van, úgyhogy azzal fogjuk csapatni. My name is Anthony Powell, assist me, yeah. És akkor itt is lennénk igazából. Annyira nem bonyolult az irányítás, van a felfele gomb, a jobbra és a balra nyíl. Tehát hogy a felfele nyíl és a jobbra balra nyíl. És nyilván az a lényeg, hogy ne ess el, meg akár veredhez szaltókat is. Csak mindig patentan érkez, legyen elég lendületed mindig. És ez az, ami nem lesz olyan egyszerű egy idő után. Ja, de hát most még ez a beginner, úgyhogy itt még a elront. Ilyen mikor elront, beszerettem volna mutatni, hogy tisztázzuk már itt a videó elején, hogy milyen az, amikor elrontod. De vannak checkpointok szerencsére, úgyhogy lehet elrontani is. Néha bár az elég cikke egy beginner pályán ezt csinálni, de beszerettem volna mutatni tényleg, hogy tudjátok. Úristen, mi szaltókat nyom a fiú? Hát nem tudom, hogy... megijedtem. Nem tudom, hogy... még egy fronyó is belefért a végére. Nem tudom, hogy ebből mondjuk ilyen végigjátszást toljunk-e, vagy mi ez lenne kedvetek. Aki ismeri a játékot, az írja meg nyugodtan, hogy tényleg, hogy miket csináljunk mondjuk, vagy aki nem ismeri, az meg azért írja meg, hogy ő mit látna szívesen. És beértünk az első. Shit, szétrektelt minket a malom, vagy nem tudom mi volt, de beértünk az első versenyünk első helyére. New sponsor, ennyi. Oh, ja, hé, Huka, itt most... Enemik is vannak? Azt nézem. Nem csak egyedül leszek, vagy de... Jó, nem, nézd, ott vannak a szellemek bennem. Itt most verseny van, hé. Kás. Ú, nyomott egy szallert. De várj már. Jó, van, oké, akkor keménykedünk. Ú, hát várj, az... Jó, az e-sportoló, hát az úgy könnyű. De várj már. Utolsó vagyok? Jövő is. Várjatok már, lehet, hogy nem kellett volna induljak ilyen versenyen még. Miért raktak ebből a mély vízbe? Lehet vissza kell menni tanulni? Ott egy autó elment. Azta, amúgy nagyon királyek ezek a háttérefektek vagy minden, de... Most ez kicsit rosszul esik, hogy... hát igen, ott beértek. Oh shit. Dur! Hát úristen, bronz. Jaj, Isten. Anya mondta, hogy... Fiam, bármi lehez, csak bronz ne legyél. De figyelj, nem lettem utolsó, nézd a jó oldalt, jó mondjuk a... Az két perc alatt ért be a gyerek, én egy perc alatt, akkor ez nagyon komoly teljesítmény lehetett. Jó, viszont itt a mapon fel van tüntetve, hogy az adott helyen milyen eredményt értünk el, úgyhogy ezt majd kijavítjuk szépen. Most viszont szerintem menjünk most a keleti partra megint. Nézzük meg, hogy ez is verseny lesz most, ezek mindegyik verseny. Tényleg nem láttam erre a videót, meg nem tudom, hogy van, de... És ez is verseny lesz. Uha! És milyen nehézség van beállítva? Benni az annyira nem pro, azért várjatok. Jó van, ez most... Jézusom. Itt leindulnátok, srácok? És nem ez volt a jó, hogy szép kivárásosan le kellett volna ugrani? Azt a mekkora puttoki csavarúzó Jézus kutyája.
Jó, a gyulai srác kezeli. Ó, megijedtem. Hallod, azt hittem beleszállok és lelassítottam. Ez nem érők ismerik, e-sportolók. Itt még nem kellett volna olyan gyorsan menni. Itt meg kellett volna. Áh! Jó, vagy, jó, nem, majdnem visszaelőztem a srácot, de ez most megint nem jött jól. Jó, jó. Ne! Istenem! Basszus, pedig nagyon okosba akartam, és végül eléggé rosszul sült el. Mindegy. Jó napot, tiszteletem. Igen, na így akartam, hogy épp hogy csak átessen. Nagyon jó. Kis előleszaltóka és cél. Hát ez sem volt a legjobb. Aztán mondtam, hogy ez is bronz. Jó, nem. Jó, itt szilvert kaptunk legalább, az egy fokkal jobb. Na már level 3-asok vagyunk és kapunk ilyen ládát. Azt hol kell kinyitni? Hadd nézzem. Na itt van kettő darab ilyen ládikunk. Ugye nem kell hozzá kulcs, csak ki kell nyitni. Jó, hála a jóistennek. Értem én. Nyisd már. Ez ennyi idő? Na. Akkor ez valami nagyon jó lehet. Van egy legendary stickeröm, meg még egy rare, ami olyan, mint a sárga, ez egy késnek felel, meg kaptam egy kabátot, vagy hát ilyen mellényt. Nagyon jó, köszönöm szépen. A stickerek arra lesznek majd jók, hogy a motorunkat pingáljuk, és akkor tudunk, tudjátok, ilyen szép formákat rá. Hát ez nem pattogott túl sokat, de végig is van benne egy rare, ami szintén egy sticker, és kaptunk még 200 coint, meg egy bajuszt! Kaptunk bajuszt, de hát az nem is látszik. Mert ott a fucking sisak, majd biztos szerintem idővel le lehet venni a sisakot, vagy le lehet most is. Aj, nem lehet levenni, safety first. Hát de hogy fog játszani? Jó, ott a bajuszom, ja kívül jó. Miért zöld színű? Na jó van, csapassuk tovább, visszamegyünk a nyugati partra, ami nem is annyira a part, de... Egy goldot azért örülnék, hogyha a videóban még be tudnánk zsebelni. Na, srácok, légy szíves, kezdő vagyok, kezdők... Szerencsé, meg mit tudom én, ilyenek, hagyjatok már nyerni, légy szíves. Jó, a gyulai srác megy, fergeteges. Jó, nem olyan rossz, lehetne jobb, borzasztó, nem jó, elkapta. Jó, de az hogy megy ilyen gyorsan? Jó, azt a fuck időt is majdnem meghaltam. De... Miért megy ennyire előre az első? Ami nagyon szép a grafikája. Meg nagyon szépen fut a gépen is. Szerintem nincs annyira nagy gépigényem, mert tényleg azért... Jó, 3D-s játékról beszélünk, de... Azért... Na... Eléggé... Kicsi a pálya szerintem ahhoz, hogy... Túl jó gép... Na, várjál, hogy fog... Várjátok, ezt nem rontatom el most itt a végén. Haj, olyan közel van. Szóval nem hiszem, hogy olyan sok mindent be kell. Megelőztem! Várjál! Ajú! Legyen már vége! Léci. Na, legyen vége, mert 13-as a kedvenc checkpointom, kedvenc számom. Léci, itt már lehetne vége. Már nagyon érik az a gold Benninek is! Az! Tudtam, hogy össze tudjuk hozni ezt a videó végére. Ó, nagyon jó. Akkor ezek szerint lehetséges nyerni ebben a játékban. Új szponzor, Red Link valami. De még mielőtt rámegyünk erre az új cuclira, kinyitjuk a ládát, hát ha valami fergeteges bajuszt nyitunk megint, az nagyon jó lenne, megint nem kapogott olyan sokat. Hát egy J betű, egy kis coin és egy piros, ami legendary. Tehát egy piros sityak. Na, akkor let me see, hogy mi is ez. Oh, hát ez a Grand Canyon, aki esetleg nem ismerte volna fel. Megindulunk, itt most nem, de verseny van. Benedek egy Frontinóval kezdett, majd egy sima tovább. Gorulással folytatja, de nagyon előre húznak a emberkék, és leutánozták a figuráját a srácnak. Mások is fronyóznak. Jó. Áj, ezt elrontotta Benedek. Azt a ki lett lőve! Ember esze megáll, hogy repül a gyerek. Légy szíves. Áj, nyugi, az végén is elrontotta a csávó, most is el fogja bízni magát. Látjátok? Hát annyira nem, én is. Jó, amúgy nincs olyan messze, szerintem egy pici hibát, ha tol, már pedig... Valószínűleg majd tol... Ne!
Ne, hallod, aj, de kevesen múlt. Ez annyira vicces a végén, mindig valami baj történik, és leesünk. De így is gold. Ó, ja, hogyha nagyon közel érsz hozzá, akkor is megkapod a goldot. Ó, jó, már level 6-osok vagyunk, itt az állat, úgy fejlődünk, nagyon jó. Itt a következő, lights, camera, action, ez Hollywoodban van. Hoppácska, ott voltam, kérem szépen, úgyhogy... Hazai pálya, mert ott voltam egy hetet, így van. Na, ez lesz az utolsó, és el is indultunk. Ez a Universal Studio, hogy nézem, itt tényleg volt a Gyula is, srác, úgyhogy... Hopp, láttátok azt, hogy... Csokerékre érkezett a fronyóból. És ezért... Hát ez... Ez jó volt, azta! Ez... Szándékos volt természetesen. Jó, szépen bemegyünk. Ez valami díszlet lesz. Itt nem kéne elrontani, jó, megy tovább a srác egészen. Hoppá, közel van, bekerültük egy filmbe, Jézus kutyája. Ez egy, majdnem leestünk és... Ne, nem láttam, jó lesz, ez még hosszató. Lett volna... A Gyula is rád, oda veszett, a díszlet megzavarta. Nyugi, majd bepereljük őket. Nem baj. Amúgy nagyon jól meg van csinálva a játék. Congratulation a készítőknek, tényleg nagyon élvezetes. Ez a fergeteges játék. Úristen, felrobban! Aj, ez is megzavar a díszlet! Hát nem hiszem el, hirtelen megjelenik. Báj! Pedig majdnem megmentette a gyulai fiú, jó? Itt most már csak fumble megyünk. Ne! Le fog járni az idő. 4, 3, 2, 1. Na jó, van, nyissuk még ki azt a néhány ládát. Addig is nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy velem tartottatok, és remélem, hogy tetszett a videó. Mindenféleképpen jelezzétek a komment szekcióba, hogy legyen-e még erről videó, avagy ne legyen. Nekem nagyon tetszett személy szerint, és örülnék, hogyha ezt mondjuk szeretnétek. Hát megint sticker, meg... vannak ilyen gesztusok is, come on. Ezt gondolom, hogyha nyerünk, vagy nem tudom. Ezt beállítottuk, jó? Úgyhogy a like is segíthet ezen, szóval ha látom tényleg, hogy sokan lájkoljátok, akkor valószínűleg tényleg tetszik nektek, úgyhogy ha tetszett, akkor dobra egy lájkot, ne viccelj! Hát, fantasztikus cuccok. Majd biztos építünk valami nagyon szépet, kipingáljuk a motort egyszer, hogyha nem ez a csótány lesz, hanem majd veszünk valamit jó pénzért. Na de, én Beri voltam! Hello guys!